Nagy szeretettel köszöntjük a televízió nézőket újfent, és újfent Hangvilla itt a Fehérvár Televízióban. És a Fehérvár Televízió Hangvilla című műsorának múlt heti vendégei jöttek el újfent. Azt azért áruljuk, hogy túl messzire nem mentetek a múlt heti beszélgetéshez képest. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Kisnél Réfalvi Andrea, illetőleg Gabrieli Kis József, a könnyen kiejthető nevű páros, akiket ugye hát minden műsorvezető alig vár, hogy felkonferálhasson bármilyen rendezvényen. Na szóval, hát egy héttel ezelőtt zenélgettünk, beszélgettünk, gyönyörű dalokat hoztatok magatokkal, nyilván szóba került az iskola, a Gorzió Művészeti Iskola, hiszen ennek a Gorzió Művészeti Iskolának az alap szintű zeneoktatásának vagytok az élharcosai, Andi ugye igazgatója az alapfoknak. És bár előhoztam a múlt héten egy témát, de nem tudtuk aztán végül is megbeszélni, hogy az év, tehát a félévi zárások, illetőleg az új második félév indítása. Igazgatónő, hogy sikerült az első fél évet lezárni, és ha summáznod kellene röviden, hogy sikerült az első fél év azért? Hát sikerült zárnunk, úgyhogy ugye az általános iskolás korosztály, akik rendes kontaktórán részt tudnak venni, megtörténtek a félévi vizsgák. Nyilván úgy, ahogyan ezt a járvány helyzet adta lehetőségek keretén belül meg tudtuk oldani. Azt tudom mondani, hogy a gyerekek rendkívül várják az ilyen megnyilatkozásokat. Bármennyire is nehéz, és azért mindenki pontosan tudja és érzi, hogy már a múlt fél, második, előző évnek a második fél éve, és ez a fél év sem olyan, mint amilyen azért szokott lenni, de azért várják, hogy valamilyen formában ők meg tudják mutatni azt, hogy mit tudnak. Úgyhogy karácsonyi koncertjeink természetesen semmi ilyesmi nem, tehát ami csoportos megmozdulást jelent, az most mind távol volt tőlünk, lélekben együtt voltunk, és azt gondolom, hogy várakozással teli nézünk a jövőbe, és remélhetőleg a májusi, júniusi zárást, egész évnek a zárását, azt hagyományos módon majd meg tudjuk ejteni. Józsi, hogy készültök a második fél évre? Tehát hány nátpálcát készítettél össze magadnak? Rengeteget. Nem, hát én megmondom őszintén, nagyon bízom benne, hogy itt március környékén tudunk enyhíteni. Tehát az operatív törzs, illetve a kormány ezt kicsikét engedi majd, hogy dolgozzunk normálisan, mert iszonyatosan szükségeltették hamarosan egy olyan, hát igazából egy gálát szeretnénk létrehozni az év végén, és nagyon reméljük, hogy ez sikerül. Uh-huh. És nagyon kéne a diákoknak. Uh-huh. Érzitek rajtuk, hogy szeretnének már? Nagyon-nagyon szeretnének kitörni ebből a mostani helyzetből, és tényleg a zene mindent oldó szerepét, erejét felhasználva egy kicsit oldani ezt a mostani helyzetet, amiben mindenki van. Uh-huh. Úgyhogy nagyon várjuk, tényleg nagyon várjuk, és a gyerekek igénylik. Oké, a gyerekek is igénylik a zenét, az együttlétet, illetve mi is nagyon örülünk neki, amikor eljöttök hozzánk, és itt vagytok. Köszönöm, akár egyébként a többiekre is gondolok, is akár rátok. És mindig hoztok dalokat, mindig hoztok zenéket. Ugye múlt héten nem győztem dicsérgetni, hogy milyen jól válogatjátok ezeket a dalokat, és talán a televízió nézők is érezték a múlt héten, a múlt heti dalok kapcsán is, hogy milyen mélyen szántó tartalmi, tehát szövegi szempontból is, és dalamvezetésében is. Ma mi lesz a menü, szabadjon így kérdeznem? Menü először az Áldott a Föld című dalt, Magyar vagyok című dalt. Kiskata zenekar, ugye? Kiskata zenekar, tőlük játszok, igen. Uh-huh. Magyar vagyok. Sokat jelent. Igen. Szerintem azért mondjuk ki, és most nyilvánvalóan érezzék jól a televízió nézők, semmilyen szempontból nem akarunk se erre, se arra gondolkodni, egyszerűen magyarok vagyunk. Igen. Három magyar ember ül ebben a beszélgetésben, és így beszélgetünk egymással. Független attól, hogy szóba kerül majd Izland is, nyilvánvalóan. Izland a ti életetekben, és úgy egyébként, hogy büszkén vállalva a magyarságotokat, de Izland nagyon fontos része az életeteknek, egy nagyon fontos állomáspontja volt. Ott is ilyen büszkén vállaltátok a magyarságotokat? Igen. Abszolút. Igen. Abszolút büszkén. Azért annyit hozzá kell tenni, hogy a magyarságot és a
kultúránkat abszolút magasan vállaltuk, és vállaljuk a mai nap is, sőt, megerősítést kaptunk. Mi kétszer tudtuk elhozni az izlandi, először a helyi kórust, utána pedig az egész keleti régiónak az egyesített kórusát. És hát bár ismertek bennünket, és néha azért furcsán néztek, persze fenntartás nyilván az első pillanatban, és azt hiszem, hogy akkor értették meg igazán, hogy minket mi motivál, amikor ők eljöttek ide Magyarországra, és itt körülnéztek, és tehát nem is gondolták. Ugye mindenfélét hall az ember a világban, néz ezt, néz azt, amit kap sok esetben, de az, amikor személyesen ezt meg tudja tapasztalni, akkor ez egy egész más dolog. Az, hogy ők több ezer kilométerről, messziről ide érkezve egy magyar társasággal együtt tudnak énekelni, akár magyarul is, akár izlandiul is. Ez olyan kapocs, ami hát, ha ezt átéli az ember és megéli, akkor ebből örökre építkezik, örökérvényű. Legyen ez a végszó ebben a megszólásban, az elsőben. Mi is fogunk izlandiul énekelni majdnem sokára, de most akkor pontosan mi, hát ugye mondom ezt a királyi tökbes, ti fogtok izlandiul énekelni. Most mit látunk tőletek? Akkor az első dal mi volt? Magyar vagyok. Magyar vagyok. Ezzel folytatjuk tovább a televízió nézőket, hívjuk a készülékek elé. Jó tévézést. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Áldott a föld, és áldott a szó, édes hazám. Itt van a bölcsőm, és itt ringatott az én édes anyám. És ha egyszer síromon nő a vadvirág, én fentről is, a mennyből is hallom majd szavát. Együtt dobban a szív, s benne dobban a szó, magyarnak lenni igenis jó. Az egekig ér már a nyíló világ, karjába zárja magyar hazát. Hazám e föld, mit szívünk fölé, Kárpátok fonnak népünk köré. Hazámban mindig otthon vagyok, hiszem, hogy én is jó magyar vagyok. Mint sírból támadt ősi erő, olyan vagy hazám. Messze sodort bolyongó kő, tenger zord viharán. Nagy hegyeknek öléből nyílik a vadvilág. Én lentről is, a mélyből is hallom majd szavát. Együtt dobban a szó, magyarnak lenni igenis jó. Az egekig ér már a nyíló virág, karjába zárja a magyar hazát. Hazám e föld, mit szívünk fölé, Kárpátok fonnak népünk köré. Hazámban mindig otthon vagyok, hiszem, hogy én is jó magyar vagyok. Ezer virágból bokrétát kötnék
egy az utunk, s ha összefogunk, megmarad hazánk. Együtt dobban a szív, s benne dobban a szó, magyarnak lenni igenis jó. Az egekig ér már a nyíló világ, karjába zárja a magyar hazát. Hazán e föld, mit szívünk fölé, Kárpátok fonnak népünk köré. Hazámban mindig otthon vagyok, hiszem, hogy én is jó magyar vagyok. Jó magyar vagyok. Hangvilla. Ne csak hallgass, nézd is. Nagy szeretettel köszöntjük a televízió nézőket újfent, és folytatjuk tovább Hangvilla című magazin műsorunkat. Az előbb egy gyönyörű dal és egy gyönyörű üzenet. Hát Andi, azt mondtam, hogy egy bizonyos jelre majd, mutasd meg azt a zászlót, ami a kezedben van. Azt hiszem, eljött a pillanat, amikor így meg kell, hogy kérjelek, hogy mondjuk akkor ez a jel. Nem vetlen szorongatod ezt a nagy zsebkendőt, vagy egy asztalterítőt a kezedben. Kis terítőcske. Ugye megbeszéltük, hogy melyik kamerában, én remélem jól látszik. Na, egyébként. Szerintem Izland jellegzetességei, egy ilyen kis izlandi, mondhatom azt, hogy térképszerűség. Igen, egy izlandi térkép van. Nevezetességekkel. Jó, hát mielőtt elzsibbadnak kezed, szerintem ennyi is. Igen, ennyi is volt. De ne hajtsd össze szerintem, hogy... Ja? Terítsd a térképszerűség. Jó, és akkor mehetünk kukoricát. Úgy közben mondhatom, hogy az vikingeket, hogy érkeznek, hogy Igen. Na, azt mondtam, hogy ha már így megvan a terítő, akkor izlandiul fogtok énekelni. Ugye múlt héten angol-izlandi vegyes kórus volt, és ráadásul ugye akkor elrontottam, hát remélem most nem fogom, de ha elrontom, tanár úr majd úgyis kijavít. Szóval a Country Road című dal, amit egészen pontosan egy héttel ezelőtt elénekelgettetek itt nekünk, most izlandi nyelven szólal meg. Úgyhogy most felejtsük el az angolt, és akkor tudtok egyből izlandiul? Próbáljuk meg. Okay. There's the land lying here, Atlantic. Van még? Ennyi. Ezt még egyszer ismételjük. Ezt csináljuk, mert még ez gyönyörű volt. Okay, mehet még egyszer? Persze. Egy, két, há, és. Csodálatos. Mit énekel? Vagy miről szól? Tehát, hogy ugyanaz, mint a kancsú? Nagyjából ugyanaz. Hogyha nagyon le akarnám fordítani, akkor hát ezt a keleti régió iskolái írták ezt a szöveget, hogy az Ösztöland, az a keleti ország rész, érted vagyok, mindig itt leszek, a magas hegyek mellett, a kék ég mellett, és az óceán mellett, és hogy a követ... Kísértek végig, ahol, bárhova, ahova megyek. Ugyanezt értettem én is. Tehát egy nagy, ezt fordított. És felelősségem van, hogy én ezt a tájat megőrizzem. Na, alig 3-4 percünk van gyorsan megbeszélni Izlandot, amit 3-4 perc alatt valószínűleg tartom, hogy nem lehet. De mégis azt ugye célozgattunk rá, hogy még mielőtt a Gozja Művészeti Iskola hát alapszintű oktatásának vezetőivé váltatok volna, Izlandon rengeteg élményt gyűjtöttetek be, és ott is diákokkal foglalkoztatok, ott is zenét oktattatok. Azt hiszem, hogy körülbelül lassan egy évvel ezelőtt már föltettem ezt a kérdést, hogy van látható, fogható és mondjuk drámai különbség a magyar zeneoktatás és mondjuk az izlandi zeneoktatás között? Van. Abszolút. Ugye, mi eleve úgy kerültünk ki, hogy egy magyar zeneoktatás erőssége a kottatudás, kottaolvasás. A zeneírás olvasásnak a mély tudása. A
skandináv, meg az izlandi zenei oktatásnak az óriási előnye pedig a felszabadultság. Igen, igen. Tehát az, hogy ott tényleg az van, hogy bár talán 80-90% az izlandi lakosságnak játszik valami hangszeren. Tehát minden második ember kezébe adhatsz egy hangszert, lesz neki hangszere. Akár a régi népi hangszereiken, akár gitáron, akár billentyűn, dobon. Egyébként nagyon sok hasonlóság van ebből a szempontból azért a két nép között, mert ott olyan kristálytiszta a természet, hogy a szabadság érzetet a természet szabadsága adja, és a léleknek a zenébe öntött formája az így nyilvánul meg. Nekünk a nyelvünk rendkívül gazdag, és adja a szabadságunkat, már hogyha jól használjuk, és tudunk vele élni. És a mi zenénk az inkább így gazdag. Lehetett ötvözni egyébként a kettőt. Akkor, amikor az ember meg tudta esetleg, tehát jól el tudta magyarázni, és meg tudta nekik mutatni, hogy de ez a ti országotok népdalai, a ti nemzeteteké, és nektek kell ezt megőrizni. Mi fogjuk zenélni, meg fogjuk énekelni, mert nekünk ez tetszik, de nekünk is megvan a magunk. Viszont azt mondtad kint, amikor készültünk erre a műsorra, hogy vannak átfedések. Tehát vannak olyan zenei motivumok, dallamvilág, amiben gyakorlatilag az egyik nemzet fölismerte a másik dalait. Igen. Hát az ősi eddáknak a versei és között... És nem elsősorban Pataki Attilára gondolom, ugye tegyük gyorsan rendben. Igen. Tehát az Edda szágákban a tele van Attila dalokkal. Aha. És Grönlandon is ott vannak az Attila dalok. Most ha azt éneklem, hogy indulj el egy úton, én is egy másikon. Ugye mi ezt tudjuk, ez ugye a sajátunk. Na de ez a Baldur álma az izlandi szagából. Uh-huh. Ugyanez a dallam. Tehát ugyanez a dallam ritmikában tér el. Uh-huh. Egyszer fogok veletek csinálni egy olyan műsort, amikor csak Izlandról, az izlandi zenéről és ennek a magyar párhuzamáról, vagy megfordítva a magyar zene izlandi párhuzamáról beszélgetünk. Már csak azért mondom, mert hogy ma megint nem jutott erre időnk, és ma megint elszaladt minden, úgyhogy én úgy érzem, hogy amikor nagyon kedves és jó beszélgető partnerek érkeznek, akkor hogy még egy jó egy órát tudnánk beszélgetni, de a műsor ezt nem teszi lehetővé, viszont köszönöm nektek, hogy itt voltatok. És köszönöm az együtt zenélést. Hoztatok még egy dalt, mi lesz a búcsúdal? A negyedik dal segítek. Mit rögzítettetek negyediknek? Itthon a legjobb. Itthon a legjobb. Itthon. Ezzel a gondolattal búcsúzzunk, itthon a legjobb. Egy hét múlva hívjuk, várjuk Önöket. Viszontlátásra. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Mindig aki bátran szólt, mindig voltak nagyot álmodó, a nincsből is várat építő, az el nem csükkedők. Hány nagy gondolat és mennyi szív, mely a századok múltán is tenni hív, most is új erőt ad és lelkesít, hogy nagyjál így megint, bárcsak értenénk a múlt intő szavát. Kisebb jelzést, mi csak szívünk lát. Jönnek bármi, de mindig tud, hogy állod itt a föld. A hömpölyő folyók, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, boldog és jövőnk. Minden hozzáfűz, álma bennünk testet ölt. Ki lesz ez örökké? Szenvedély és érzelem, mely a téli fagyban is visszatér, mindig új tavaszt vár és jót remél, hogy fel ne add, hogy én. Nem a gyűlölet a gyávaság, csak a szeretet az, ami visz tovább, hogy a szebb napokban is mindig lásd mások fájdalmát. Bárcsak értenénk a múlt intő szavát, kevésebb jelzést, mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, de mindig tud, hogy állod itt a föld. A hömpölygő folyók, az erdők és mezők.
ez az otthonunk, itt kell élnünk, boldog és jövünk. Minden hozzáfűz, ám a bennünk teste tölt. És a gyermeked azt kérdezné, miért vagy büszke rá, hogy miért szedte táj bármi nép. Tanítsd meg neki, hol köldöink énekét, hogy miért él bennünk a hűség, a síron túl és még. Jöhet bármi, de mindig tud, hogy áldott itt a föld, a hömpölygő folyók, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, boldog és jövünk. Minden hozzáfűz, ám a bennünk festetőt. Jöhet ezer új barát, sose keres új hazát. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is! A műsor fő támogatója a Gorzium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, Székesfehérvár, Farkasvermi út 40. www.gorziumiskola.hu